Üdvözlöm nézőinket, Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatják. Európa különböző országaiból származó, mintegy 500 ezer cigányt öltek meg a nácik. De vajon hogyan és miért kerültek célkeresztbe a II. Világháború idején a romák? A következő filmünkben erre kerestük a választ. Amiről augusztus 2-án megemlékezünk, az tulajdonképpen a Roma Holokauszt emléknapja. Ez a történet augusztus 2-án befejeződött. Valójában ez május 16-án kezdődött, azon a napon ugyanis az auschwitzi koncentrációs és megsemmisítő táborba várták az első magyar zsidó transportot, és az SS elhatározta, hogy felszámolja azt a családi tábort, amit a korabeli leírások és a korabeli dokumentumok Zigeunerlagerként emlegettek. Ez volt az Auschwitz B2E családi tábor, ahova a romákat döntően németországi és ausztriai, illetve 15 másik országból származó romákat deportáltak 1943. februárjától kezdődően, és ebben a táborban mintegy 23 ezer roma fordult meg. A tábor felszámolását minden bizonnyal a magyarországi zsidó transportok érkezése tette szükségessé, hiszen kellett a hely. Ellenben a tábor lakói, a romák tudomást szereztek a szándékról, mivel közel voltak ők a krematóriumokhoz, a megsemmisítő helyhez, és alapjában véve úgy döntöttek, hogy nem engedelmeskednek a parancsnak, nem vonulnak ki engedelmesen a barakokból, és az SS egyszerűen elbizonytalanodott, mert a katonák nem tudták parancs hiányába, hogy egész pontosan hogyan is kezeljék ezt a helyzetet, és végül úgy döntöttek, hogy hagyják a tábort, tehát elálltak az azonnali megsemmisítés tervétől, ellenben elkezdődött egy folyamatos megsemmisítés ennek következtében. Rendszeresen és folyamatosan kiszelektálták és elvitték a munkaképes nőket és férfiakat, úgyhogy 1944. augusztus 2-ára már kevesebb, mint 3000 ember maradt ebben a táborban, döntő többségükben nők, gyermekek és idősebb férfiak. 2-áról 3-ára virradó éjjelen az SS gyakorlatilag elkezdte ennek a tábornak a felszámolását. Teherautókon a gázkamrákhoz szállították az embereket, elgázosították, a holttesteket pedig elégették, és lényegében véve ezzel azt lehet mondani, hogy a Zigeunerlager, a roma családi tábornak a sorsa megpecsételődött és bevégződött. Ez az emléknap az áldozatokra, tehát nem csak az Auschwitzban meggyilkolt romákra fókuszál, hanem tulajdonképpen ez megemlékezik mindazokról a romákról, akiket a különböző országokban a II. Világháború idején meggyilkoltak. Tehát természetesen itt is van egy számháború, amiben teljesen értelmetlen belemenni, hogy ez 200-300 ezer embert vagy 1,5 millió embert érintett. A lényeg az, hogy ezeket az embereket a származásuk miatt gyilkolták meg, és onnantól kezdődően, hogy valakit a származása miatt gyilkolnak meg, nem lényegtelen, hogy egy emberről, százezerről vagy félmillióról van szó, mert egy embernek a meggyilkolása, a származása miatt az tulajdonképpen az embernek, az emberiességnek a megcsúfolása. Thank you.
Alapjában véve a romák úgy kerültek be a náci faji ideológiai rendszerbe, megsemmisítő rendszerbe, hogy idegenvérű ázsiaiaknak tekintették őket. Nem is annyira a fajelméleti meghatározások és a fajelméleti igények voltak a meghatározóak, hanem a zsidókkal ellentétben ezt sokkal inkább az életforma, a magatartás, tehát aszociálisaknak, bűnözésre való hajlamosságukat emelték ki, és alapjában véve a német társadalmat ugyanúgy, ahogy meg akarták tisztítani a zsidóktól, szintén meg akarták tisztítani a romáktól is, hogy ez egy egészséges, idézőjelbe vett, egészséges, fajilag tiszta német nemzet legyen. De ugye ebbe beletartozik az is, hogy a fogyatékosokat is meggyilkolták, mert hogy egy idézőjelbe vett egészséges, fajilag tiszta nemzetbe senki és semmi nem fér bele az ideológiailag meghatározott, aki bármiféle formában is eltér az ideológiailag meghatározott embertípustól. A zsidók megsemmisítése az alapjában véve sokkal kidolgozottabb és elhatározottabb kérdés volt. A romák tekintetében bizonytalanok voltak nem csak a náci Németországban, hanem európai viszonylatban is. Tehát ha Franciaországtól Romániáig végignézzük az európai történelmet, akkor rendkívül eltérő és változatos a romákhoz való viszonyulás, és azt lehet mondani, hogy nem is annyira következetes a különböző háborús éveket tekintve. Például Belgiumból, Hollandiából deportáltak romákat Auschwitzba, ellenben Franciaország saját hatáskörén belül próbálta ezt a kérdést megoldani úgy, hogy lágerekbe, koncentrációs táborokba zárta a franciaországi romákat, és alapjában véve még a háború után 45-46-ban is voltak romák, akik továbbra is a háború befejeztét követően is ezekbe a táborokba maradtak. A romáknak a megsemmisítése az igazából elég hosszú időn keresztül nem került be a köztudatba, mert erre nem volt ugye Wannsee-i konferencia, következetlen volt a magatartás. Ha csak Magyarországot nézzük, tulajdonképpen a Magyar Honvédség a romákat nem kezelte külön. Tehát a roma férfiakat egyszerűen besorolták a honvédségbe, sokan közülük ugye a Donkanyarnál vesztették életüket, szovjet hadifogságba kerültek. A tényleges megkülönböztetés 1944. augusztusában merült fel, amikor tervbe vették különböző roma munkásszázadok felállítását. Ez azonban nem igazán járt sikerrel, alig egy néhányat tudtak felállítani, és a tényleges, azt lehetne mondani, hogy módszeresebb roma üldözés az a nyilas korszakhoz kötődik, és ennek a leghíresebb helye ugye a komáromi csillagerőd, illetve vannak tömegmészárlások is, tömeggyilkosságok, ilyen Várpalota vagy Lajoskomárom. Ellenben nem volt egy kidolgozott és beütemezett terv, hanem nagyon sok minden függött a különböző helyi hatósági embereknek az egyéni előítéletein és magatartásán. Tehát a komáromi csillagerődbe ugye többen életüket vesztették, akik munkaképesek voltak, nőket és férfiakat, azokat elhurcolták más németországi koncentrációs táborokba, illetve voltak, akiket szabadon engedtek.
alapjába véve, amikor egy társadalomnak önismereti, identitásbeli problémái vannak, és ez ötvöződik valamiféle gazdasági, társadalmi nehézséggel, akkor mindig a legkönnyebb keresni egy bűnbakkot, illetve valakire rátolni a felelősséget, és alapjában véve nagyon fontos lenne tulajdonképpen annak meghatározása, hogy mit is jelent a társadalmi lét, mit jelent a társadalomba élni, és mit jelent az, amikor egy társadalom sokrétű és színes, tehát mindenféle tekintetbe. Tehát származását, kultúráját, vallását tekintve egy ma már minden társadalom színes. Tehát alapjában véve azokat az embereket lehet könnyen befolyásolni, akik nem ismerik a másságot, illetve félnek a másságtól. Tehát ezek önazonossági problémák. Az az egyén, illetve az a társadalom, aki bizonytalan a saját maga identitásába, önazonosságába, az hajlamos arra, hogy a saját maga identitását valamiféle konfrontációba, konfliktusba próbálja megtalálni. Szüksége van ellenségre. És az ellenségképek megalkotása, az ellenségképek megteremtése, ez alapjában véve ezt a bizonytalan önazonosságnak a biztossá tételét szolgálják. Itt lenne nagyon fontos szerepe ugye a közéletnek, a közéleti vitáknak, a kultúrának, a fiatalság nevelésének, és az, hogy egyre kevesebben vannak ezeken a megemlékezéseken, az annak is betudható, hogy tulajdonképpen a magyar társadalom alapjában véve egy szétesett társadalom, amely nem képes és nem bír szembenézni a saját maga 100-150-200 éves múltjával, nem bírta feldolgozni a különböző traumáit, és egy olyan globalizált világba élünk, amire ugye ez a pandémia még erőteljesebben felhívta a figyelmet, amikor az emberek mindenféle tekintetben, tehát egyénileg, családilag, közösségileg, társadalmilag, nemzetileg elbizonytalanodnak és félnek a jövőtől. Önök a SANS esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a sans@9.tv e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620-297-3981-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, egy hét múlva.